Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az ő következő lépése. Ez egy általános kivetés. Viszont én meg vagyok arról győződve, hogy nincsenek véletlenek. És ha te megtekinted ezt a videót, valami szól számodra. Tehát mondhatnám azt, hogy ez a te videód, hiszen nem véletlenül találtál ide hozzám. De ha pontosan szeretnéd tudni a dolgokat, akkor kérhetsz tőlem egy személyes jóslást, mert akkor passzol a te helyzetedre. Például ezt a jóslást, az ő következő lépése, vagy egy másikat. A díjam, mint mindig, 4000 forint. Ha asztrológiával kéred, akkor a díjam az 10.000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom, és ennél a jóslásnál megnézhetjük azt, hogy mit mutatnak a csillagok, mi lesz az ő következő lépése, mit fog tenni a közeljövőben, és akkor ez a kirakás asztrológiával együtt természetesen ez is megrendelhető. Sürgős esetben hívhatsz a hotline-on, ami este 11 óráig van. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt ez a kártya jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Itt trónol, mint egy király. Tehát ő magabiztos. Megvan ez a magabiztos fellépése. De mivel még ott ücsörög a trónon, itt még nincs mozgás, de azért figyeli az eseményeket. Amit közvetít, az a tűz eleme, tehát megvan a bátorság, valami lelkesíti őt, vagy kettőtök között megvan a szenvedély. De mivel ő még nem mozog, lehet, hogy arra vár, hogy te erősítsd őt, vagy te közeledj hozzá. Itt alul ez a kártya mutatja a külső befolyásokat. Itt a képen látható egy család, tehát ez lehet egy családi kapcsolat, vagy valaki a családból befolyásolja őt. Mivel itt az arany érmék láthatóak, lehet, hogy valaki pénzt akar tőle. Vagy az anyagiak, azok mindig összefüggésben állnak a munkával és a hivatással is. Tehát ott is vannak változások, befolyások. Az is lehet, hogy van egy családi vállalkozás. Ez a kártya mutatja az ő következő lépését. Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz itt meg, mint egy királynő, tehát egy hangban vagytok egymással, ő a király, te vagy a királynő. De nála a tűz eleme érvényes, nálad a víz eleme. Ő szenvedélyekkel közeledik, te pedig mély érzelmekkel. De ez a király így tekint rád, tehát meg lesz a megbecsülés, te vagy a királynő, és itt láthatóak az érzelmek. És pontosan ezek az elvárásai, hogy kimutasd az érzelmeidet. Itt ez a két kártya jelenti azt, hogy viszonyulj hozzá. Itt a képen látható Justícia istennő. Ez jelenthet a te környezetedben egy bírósági ügyet, amit le kellene zárni. De jelenti az igazságot, vagy az igazságtalanságokat is, hogy te valamit átéltél a múltban, és úgy érezted, hogy ez igazságtalan volt. Amit jelenleg tehetsz, hogy őrizd meg a belső nyugalmadat, ezt az egyensúlyt. Ne beszélj sokat a múltról. Itt látható az egész világ, ez lehet egy internet kapcsolat, vagy külföldi kapcsolatok, utazások. Lehet, hogy lesz kettőtök között egy nyaralás tervezése. Vagy ez a férfi külföldön él, hiszen az utazások itt megjelennek.
amit ez a kártya még jelenthet, hiszen látható a négy elem, a tűz eleme, a víz eleme, a föld eleme, a levegő eleme, és az szimbolizálja az évszakokat is. Tavasz, nyár, ősz és tél. Tehát megjelenik a négy évszak ezen a képen. És ez az egész, ez pontosan egy év. Ez nem azt jelenti, hogy egy évig várj rá, amíg ő jön, hanem ez azt jelenti, hogy egy éven belül oldódnak meg a dolgok. Itt értékel téged, megbecsül téged, meg lesz a belső egyensúly, azokat a dolgokat, amit te igazságtalannak láttál a múltban, azokat le tudjátok zárni. És ez volt a jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!